Október 1-től 7-ig vannak az országos könyvtári napok, amelyből természetesen nem maradhat ki az újpesti Király utcai könyvtár sem. 5-én egy flashmob lesz Szabó Magda születésnapi alkalmából, 7-én könyves vasárnap, ahol mindent meg lehet majd mozgatni, és egyébként is remek programok várnak mindenkit az ősszel a Király utcai könyvtárban. Erről beszélgetek most Tamási Júlia könyvtárvezetővel, a Fővárosi Szabó Ernő könyvtár Király utcai könyvtárának vezetőjével. Szerbusz! Köszöntelek ismét, már régen voltál, de most azért vagy, mert most tényleg sok ilyen program van. Nyilván az országos könyvtári napok azok adottak, arról beszélünk alapvetően, de van más is, vagy olyan, ami az egész Fővárosi Szabó Ervin könyvtárat érinti, vagy ott a könyvtárait, és van, ami csak titeket, de kezdjük egyszer ezzel a könyvtári napokkal. Azért ez sok program, sok munka, de ugyanakkor kellemes eredménye. Nem? Így van, ez nagy öröm. Ugye szeptembertől áprilisig ez nekünk nagyon izgalmas időszak egy könyvtár életében. Most októberben van a országos könyvtári napok. Uh-huh. Ez egész héten zajlik itt a Szabó Ervin könyvtárnál. Nálunk a kiemelt események, ahogy mondtad, az például holnap lesz az 1-én egy flashmob lesz, így neveztük el, mivel utána néztünk, hogy ez nagyon sok mindent akar. Igen. És Szabó Magdának ugye tavaly volt a 100., most a 101. születésnapja alkalmával, hogy megemlékezzünk róla, mert nagyon népszerű, ugye ezt mint könyvtár tudjuk. És hogy ez hogy fog zajlani, azt még tulajdonképpen mi sem tudjuk. Ugye egy ilyen rendezvény, az biztos, hogy egy születésnapi tortával, ugye anélkül nem lehet születésnap, úgyhogy aki tehát ott az van, a biztos kellék. Az biztos kellék. De azt kiemeltétek, hogy ez nem egy ilyen szomorkodós, megemlékezős dolog lesz, hanem inkább egy vidám beszélgetős? Ez egy vidám beszélgetős. Különböző mindenki, aki jön erre, valami olyasmit kell hozni, ami Szabó Magdára emlékeztet. Vagy egy könyvcím. Csinál egy állarcot, ugye állarcos bár könyvcím. Vagy ami a kedvenc könyve, vagy ilyesmi. Ez a belépő. Tehát erre. A jelmeztől kezdve bármi. A jelmeztől kezdve bármi lehet. És ez egy ilyen jó kedvű beszélgetés, hiszen nagyon sokan szeretjük ugye Szabó Magdát, ez köztudott. És róla bármilyen témáról, de ennek apropóján várunk mindenkit. Teljesen szabad, teljesen szabad beszélgetés. Hát ugye valaki majd levezeti a elnézést, a moderálja, igen, majd a flashmobot, és lesz egy pillanat, amikor mindenki, aki eljött, aki ott van, és akkor meglátjuk, hogy fog ez találni. Minden esetre egy teljes vidám valamire képzeltünk el, semmi szomorkás. A szövegei is elhangoznak, vagy szövegeiből is hangoznak? Szövegeiből is bárki bármit felolvashat. Tehát akár el is hangozhat. Akár el is hangozhatnak, ha olyan kedve van. Attól függ, hogy hány gyerek lesz, hány felnőtt, tudod, rengeteg nagyon jó gyerekkönyve volt. Nekem a Bárányboldi Zsára kedvencem. Rengeteg jó felnőtt könyve van, úgyhogy bárki rövid részleteket felolvashat, mert azt mondja, hogy figyeljetek, ez nekem ez a kedvencem. Igen. Úgyhogy ezt a flashmobot mi így képzeljük el. Persze majd lesz egy pillanat, amikor ezt megörökítjük, de egyébként egy teljesen spontán dologra készülünk. Az jutott eszembe, hogy többször mondtad most itt az előbb, hogy Szabó Magda milyen népszerű, és valóban ő egy olyan író, akinek a népszerűsége talán töretlen, és felülemelkedik mindenféle világnézeti, meg politikai, meg ilyesmi meggyőződésen, ami persze más tészta, hogy miért ilyen alapon választunk irodalmat, de ez egy másik beszélgetés. Így van, így van. Szóval, hogy Szabó Magda felemelkedik ezen az egészen, és nagyon népszerű. És az jutott eszembe, hogy arról nagyon ritkán beszélünk, vagy talán nem is beszélünk, hogy a könyvtárosok, mert az egy dolog, hogy a könyvtárjesztők, könyvesboltok látják, hogy mi fogy a legjobban. De a könyvtárosokat meg szokták erről kérdezni? Vagy van erről valami, hogy kit szoktak kikölcsönözni leginkább? Persze, rendszeresen felmérés. Van erről egy felmérés? Rendszeresen felmérés. Ez belső felmérés. Ez gondolom. Belső, igen. Hát időnként publikálják is, úgyhogy hogy mi van, hogy mi a sorrend például. Szabó Magda jó helyen áll ebben? Szabó Magda jó helyen áll mellette, de én még a mai napig úgy gondolom, hogy egy könyvtárosnak azért sok egyéb feladata is van, mint olyan könyveket
promotálni, idézőjelbe, amik nagyon népszerűek, és nagyon viszik őket. Viszont irodalmi értékük a nullával egyenlő. Aha. Szóval én biztos vagyok benne, hogy ez is a dolgunk. Tehát, hogy itt viszont találkozik a... Ne feltétlenül a nem tudom, azt a szerzőt ajánljanak, aki minden, tele van az internet, a cukros idézeteivel, hanem olyat, aki sokkal értékesebb, nagyobb az irodalmi értéke, viszont így talán van, kevésbé. Így van, így van. És például Szabó Magda ehhez tartozik, de amellett ő népszerű is. Népszerű, ráadásul pont a gyerekek között is népszerű. Így van, nem véletlen. Említett Bárány Boldizsár, az például nagyon népszerű, a Radnóti Színház is most játsza éppen. Így van, így van. Kortársírókat egyébként kölcsönöznek? Abszolút. Kortársírókat is. Van egy réteg. Főleg a, hát ha azt mondom, hogy a 30 és 50 év közötti van egy ilyen réteg, értelmiségi réteg kölcsönöz is, viszont elég kortárs sokan magyar? Vannak kortárs magyar. De nem csak magyar, de mondjuk most én a kortárs magyarra gondoltam. Na, előre is fogunk majd ugrani, fogunk is beszélni majd még a kortárs magyar irodalomról, de maradjunk még az Országos Könyvtári Napoknál, csak én kalandoztam el egy kicsit, mert ez érdekelt. Október 7-én lesz a könyves vasárnap, amikor azt mondjátok, hogy mindent megmozgatunk, minden. És ez a legjobb, hogy amiket megmozgattok, ezt mindjárt kifejted, de az izmokat, az ízlelőbimbókat és az agyat is. Így na, van. Ezt azért légy szíves fejtsd ki, mert mégiscsak egy könyvtár, ez nem egy konditerem vagy egy étterem. Nem. Az első az izmok. Lesz egy tornánk 10 órától 11 óráig, amit egy gyógytornász szok tartani. Ide bárki eljöhet, baba-mama tornának van hirdetve, de apuka is jöhet, már jelentkeztek is kisebb-nagyobb gyerekek, és a gyógytornász tartja, és akár kívánságra is, hogy bizonyos élethelyzetekben milyen tornát ajánl, milyen, de 10 helyünk lesz a legalább, ahol le lehet heverni és ott tornázni. Tehát ez 10-től 11-ig lesz. Még az is lehet, hogy mi is beállunk, mert nekünk se árt, ugye enyhén szólva egy kis torna. Kis testmozgás. Így van. Így az van. Ízlelőbimbók megmozgatása? Ízlelőbimbók, az a Nagy Tünde nevű gasztroblogger jön el, az Ízbolygó blogot ő szerkeszti, ő írja, és egészséges ételeket fog főleg gyerekeknek mutatni, hogy kell, de hozza az alapanyagokat, csinálja is minden. És éppen azt beszéltük, hogy ez egy nagyon interaktív lesz, tehát a gyerekeket is be fogja vonni. Hát a kicsiket nem annyira, ők csak enni fognak, de a nagyobbaknak, hogy tudnak otthon esetleg olyan dolgokat elkészíteni. Amikor nincs ott egyszerű alapanyag, esetleg. Igen, így van, de ami általában otthon van. Ilyen egy konyhába. De ezt hogy képzeljük ott a könyvek között, ott a tűzhely és főzőcskézik a... Hát nem tudom, valószínű, most nagy tűzhely lesz, azt nem tudom, vagy valami más melegítő. A gyerek részlegbe képzeltük el, ott lesz egy neki egy asztal, meg a nem tudom mi, szóval amire szüksége van, és a gyerekek pedig ott körülötte, meg a szülők, mert hát ők sárta nézik. És hát ugye, hát ha találnak olyat, amit még nem ismertek. Hiszen ezzel foglalkozik persze. Ez a hölgy. És akkor tehát a gyerekek is megtanulhatnak bizonyos dolgokat, meg a szülők is. Így van, így van. Ez egy jó két órás lesz, tehát lesz rá idő. Lesz rá idő. Így van. És az agy megmozgatása, ami azért a legközelebb áll a könyvtárhoz. Igen, az az igazság, hogy a mai világban már minden közel áll a könyvtárhoz. Szóval, hogy semmi sem idegen, inkább úgy mondom. Vagy közel kell, hogy álljon. Így van, pontosan. Az egyik kollégánk amúgy tart minden második héten egy társas klubot vezet. Nagyon sok társas játékunk van, igyekszünk fejleszteni is. És most ez egy egész délelőttös lesz, ha kell, kicsiknek, nagyoknak, külön asztalunk, minden, amit szemszájnak ingere. Tehát több társasjátékkal lehet több társas, ezt nagyon sok. Hát ha 30-40 társasjátékunk van, ha nem több ugyan, és mert ezt folyamatosan próbáljuk a legújabbakat is venni, és hát ki mit szeretne játszani egyébként. Én ismerek olyan családokat, akiknél fantasztikus hagyománya van ennek a társasjátékozásnak. Egyébként annak idején mi is csináltuk, és nagy örömmel jönnek el.
De és azért is jó, hogy elmenne, persze, hogy új embereket is megismerhetnek meg. Azért lehet, hogy nem tudom, apukának, anyukának éppen nincsen nagyon kedve, de ott így meg van, a könyvtárban találnak. Igen. Arról meg nem beszél, arról meg nem is beszélve, hogy milyen drága egy ilyen társasjáték, rengeteg. Tehát mindent megszerezni szinte lehetetlen. De én azt hiszem, hogy nem is érdemes. Ez ugyanúgy van, mint a könyveknél. Igen. Szóval mindent megvenni nem lehet, ezért igen. Nem is érdemes, mert lehet, hogy az mégse tetszik. Tehát ez is egy kicsit akkor bővíti a könyvtár funkcióját, abszolút. Amit mondtál, hogy egyáltalán nem, vagy hogy mindent bele kell, hogy férjen már. De ahogy könyveket lehet kölcsönözni, akkor ilyen ért a bizonyos értelemben társasjátékot is, legalábbis úgy, hogy ott játszanak. Úgy játszanak, sőt, azokat ki is adjuk, ami mondjuk nem 500 darabos, mert olyan is van, hanem ami kevésbé bonyolultabb, azokat ki is adjuk, azokat el is vihetik haza. Gondolom ezen a napon... azt a funkcióját is betölti a könyvtár, hogy eltörlik a büntetéseket. Ezt igen, mindig meg szoktátok hirdetni. Pont, abszolút, megbocsátás napja, úgy hívjuk, napja. Igen. Sőt, ingyen beiratkozás az év végéig. Tehát nagyon érdemes eljönni, mert ugye nem két fillér más, minden alkalommal elmondom a tagság, és év végéig egy ingyenes tagságot tudunk adni, és akinek belátható időn belül, tehát 3 hónapon belüli késedelme van, körülbelül, tehát még nem kerül tovább a... Tehát ez nem teljes megbocsátás. 10 éven állam van egy könyv, ezt nem bocsátják. Azt nem bocsátjuk meg, mert 10 éven nem lehet nálad, mert azt már rég beperelik, mert van egy ilyen, azt már visszaszedtük volna tőled. Valahogy, igen. Szóval ez az október 7-ei. Mindent megmozgatunk a könyves vasárnapon. Így van. Mindenkit nagyon várunk, szeretettel. Szóval ez egy különleges hét a könyvtárak életében, és ezzel zárul majd az Országos Könyvtári Napok, ezzel a mi nem mozgatunk könyves vasárnappal, de azért vannak nálatok más érdekes programok is, és amit már mondtam, hogy majd a kortárs irodalomról beszélünk, az pedig a különleges karakterek, író, kurzus és személyiségfejlesztő tréning 14-től 18 éveseknek. Ez a Szabó Ervin könyvtár 3 tagkönyvtárában lesznek igen, ezek. Igen. És csak mindjárt elmondod, de a lényeg az, legalábbis az írói része, hogy Gerlóci Márton, Molnár Krisztina Rita és Lacvi János írók így van. Tanítanak kreatív írást. Így van, pontosan. Ez a második alkalom, én úgy tudom, hogy tavaly volt már egy ehhez hasonló, nem pontosan ez. De akkor még nálatok nem? Nálunk még nem. Nálunk most lesz először. És... ez az érdekes, hogy a Gerlóci Márton és a Lackvi János, a Gerlóci Márton lesz az első közös foglalkozás. Az abszolút közös foglalkozás lesz, és az összes többi a könyvtárakban különböző témákba el vannak osztva. És a Lackvinak lesz még egy, aki ilyen kreatív írást tart, órát tart minden külön helyszínen. Na most itt pszichológus, mozgásrendező, mentálhigiénés szakembert vesznek igénybe az írók, és ez az érdekesebbe, hogy az írást, a kommunikációt, a versterápiát, a játékot, mozgásművészetet, ezt mind az írók egy szakemberrel együtt mutatják be, amik mind jelen vannak a könyveikbe. Tehát ahogy fejlődik, vagy fejlesztik a személyiségemet, úgy fejlesztik az íráskészségemet is. Az íráskészségedet, jó esetben. De hogy mindenképpen összekapcsolják. Összekapcsolják ezeket, tehát nem csak azt mondják el, hogy ők hogy írnak, meg mi a legjobb technika szerintük, mert ugye erre is vannak technikák, hanem egy csomó egyéb képességet, vagy készséget inkább. De ez párhuzamosan? Vagy pedig úgy mondják... Ez párhuzamosan. Tehát úgy értem, hogy tényszerűleg, hogy valósul ez meg. Tehát miközben a Gerlóci mesél az írásról, azután meg valami... A Gerlóci önálló, a Molnár Krisztina Rita a szövő, ő a Jánosi Valériával, aki egy mentálhigiénés szakember. Ők ketten vannak. Szóval én szerintem kifejezetten érdekes lesz, meg pszichológus lesz. A Bóta Tímeával mindjárt megmondom neked, hogy a szintén a Molnár Krisztina Rita fog a Bóta Tímával, a pszichológussal együtt lenni, együtt előadni. Plusz lesz a Karsai Veronika mozgásművész. Igen, pontosan így van. És aztán a Lackvinak lesz egy önálló kreatív írás órája, ez lesz
a februári, ez már a jövő évre csúszik át. Tudsz mondani időpontokat? Természetesen azt mondja, hogy október 27-én... Tehát az hamarosan jön a... Az itt lesz, igen, az a Molnár Krisztina és a Jánosi Valériával jön hozzánk. Tehát október 27-én Molnár Krisztina Rita kreatív írást, és Jánosi Valéria pedig mentálhigiénés szakember segít ebben. Így van. December 8-án jön szintén ő, a Bóta Tíme a pszichológusa. Uh-huh. Januárban jön a Karsai Veronikával, Karsai Veronika, és februárban pedig a Lackfi. Aha, és a Gernóci? Négy, ő lesz a legelső, október 6-án, na, az... szombaton 10 órától. Aha, tehát az, így ami van. Már, ami ez egy ilyen, itt van. Így van, ez mindjárt itt van, és ez egy ilyen közös találkozó lesz. Na most az érdekessége annak, hogy minden helyszínen 20 ember tud részt venni. Aha. Tehát 20 diák jelentkezését várjuk, egy-két hely, szabad helyünk van. Ja, már. Tehát ezt akartam kérdezni, hogy el is mentek a helyek nagyjából? Hát szinte. De most szinte. Még aki tud jelentkezhet. Még aki tud jelentkezhet, igen. Úgyhogy aki érzi magában az erőt, hogy írjon, meg a kreativitást, és ezt fejleszteni akarja, mindenképpen menjen be a Király utcai könyvtárba, vagy gondolom telefonon is megteheti. Telefonon is, így van, így van. Jelentkezzen, még van egy-két helyünk. Luci Márton. Igen. Még egy-két helyünk van, de fantasztikus, hogy a 14 és 18 éveseknek szól ez, hogy mennyire fogékonyak erre. Igen, meg szerintem azért ők a, tehát pont a Gerlóci, meg a Lackfi azért kellő humorral, lazasággal abszolút, rendelkeznek abszolút. Ahhoz, hogy még fogékonyabbá tegyék ezeket így a van. Fiatalokat. Hát a Lackfi volt már nálunk amúgy is, hát uh-huh. frenetikus sikere volt, mert hát ő aztán mesél reggeltől estig, hogyha, ha, és nagyon, nagyon élvezték. Szóval erre lehet még jelentkezni. Lehet még amit jelentkezni. Amit nem mondtunk el az Országos Könyvtári Napok kapcsán, hogy azokra a programokra is lehet-e még, vagy oda csak bárki oda megy aztán? Bárki oda jön sem, na, teljesen ingyenes minden, nem kell regisztrálni se, minél többen jönnek, mi annál jobban örülünk. Tényleg? Jó, zárjuk a programok sorát még kettővel, ugye, ami nálatok mindig van, igen. Az az éjszaka a könyvtárban. Ezt előlegezzük meg egy kicsit, mert szerintem ezt már ismerik a nézőink, meg a ti látogatóitok is, és éppen ezért mindig várnak valami különlegességet. Igen, hát igyekszünk most is lesz gyerek műsor. Mikor lesz az a január 28-án, igen, a Magyar Kultúra Napján arra igen. szoktuk mindig tenni. És ez most is lesz egy gyerek színház, ahogy minden alkalommal van, hát nem akarom részletezni, még erre hát van most nem idő. Is kell, még korai, van csak idő, így... igen, és a szintén a jazznek a szerelmesei is. Így van, most a Gentry Sultánt szeretnénk meghívni, vagy a Jüt, hát ez még képlékeny, de hogy lesz, az szinte az biztos. És egy közelebbi program pedig, van egy filmklubotok. Van, igen, nekünk van egy nem filmklubunk. Nem is akárkivel, hanem a Réz Andrással. Réz András vezeti, szintén nagyon nagy sikere van, és az egyik az már elmúlt szeptemberben, és most lesz november 23-án 17 órakor a Kultúrharc című, és a Betiltott filmek, ez az alcím, 47-től napjainkig. Aha. Úgyhogy nagyon érdekesnek ígérkezik. Ez filmvetítés is? Vetítés és közbebeszélgetés. Így van. Aha. Egy-egy témát körbejárunk a film vetítések közben és a beszélgetésben. Az is nagyon interaktív, és nagyon olyan filmeket látunk, nem elejétől végig természetesen, de ha kérnénk, azt is meg lehetne, hanem hosszabb részleteket is, amiket soha nem láthatnánk. Mivel ugye szeptemberben volt már, mennyire már volt népszerű ez a... Nagyon népszerű, nagyon népszerű. Nem csak a negyedik kerületből, máshonnan is jönnek. Limitált a férőhelyek száma? Hát nem limitált, mert nagyon sokan, szóval beférünk, úgy oldottuk meg, hogy meg tudjuk csinálni. Akik állandóan szinte ott vannak, az egy olyan 50 ember körülbelül. De egy 50 embernél többen nem is nagyon lehet interaktívan beszélgetni, úgyhogy ez nagyon jól működik. Ezek mind az összes program azt támasztja alá, amiről már régen beszélte is meg a könyvtárosok általában, hogy a könyvtárnak nyitnia kell, és túl kell lépni azon, hogy ezt a könyvet kérem szépen. Nem, ezen már nagyon régen túl vagyunk. Ezen nagyon régen túl vagyunk. Ami fölmerül, nem csak a kollégákban, hanem az olvasókban, mert végül is az a lényeg, akkor azon mi elgondolkozunk, és igyekszünk azokat megvalósítani. Az olvasók nagyon, akik bejárnak, nagyon sok ötletet adnak nekünk, és akkor azt megcsináljuk, és már garantáltan
a siker, most idézőjelbe teszem a sikert, mert nem a sikerért dolgozunk, hanem azért, hogy hát igen, de jól érezzék magukat. Közösségi helynek kell lennie, kulturális abszolút közösségi helynek, akkor egy bizonyos szociális dolog is van, a házhoz szállítás, ugye. Több helyre visszük házhoz, az, aki nem tud eljönni, de igénye van, mondjuk a hangos könyvre, mert nem lát, és hallgatja a könyvre, mert nem tud eljönni, stb. Tehát ez már egy régi szolgáltatás. Amit úgy ítélünk meg, hogy igény van rá, és kérik, azt igyekszünk. És hasznos. És hát természetesen. Úgyhogy aki könyvtárba akar menni, de nem csak könyvet kölcsönözni, hanem egyéb programra, mindenképpen nézem be a Király utcai könyvtárba, mert a filmklubtól a kreatív írás tanfolyamig sok minden megtalálott, és még társasjátékozni is tud. Október 7-ig pedig országos könyvtári napok lesznek, érdekes programokkal a Király utcai könyvtárban. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.